Bár Hien a tehetséges énekesnő már évek óta Amerikában él, a szíve gyakran hazahúzza, hogy családja körében egy kicsit feltöltődjön. Legutóbbi látogatásakor egy fantasztikus fellépéssel örvendeztette meg a Szerencse Szombat nézőit. Az énekesnőt arra kértük, hogy mesélje el nekünk saját legszerencsésebb történeteit 2017-ből. Hien számára igazán szerencsésen alakult a 2017-es esztendő, hiszen már az év elején felléphetett egyik példaképével, Tigran Hamasyan örmény származású jazz-zongoristával. Rengeteget próbáltunk, nagyon nehezek az ő darabjai, meg dalai, úgyhogy ezért voltak pillanatok, amikor nehéz volt, de a végeredmény pedig gyönyörű volt. Az énekesnő tavalyi éve az utazásról szólt. Nyáron voltam Olaszországban, Spanyolországban, Angliában, Franciaországban, Hollandiában. Volt egy óriási európai trip egy csapat zenésszel, akikkel csomót zenéltünk, dalt írtunk. Az nagyon feltöltött, arra szükségem volt, mert nagyon egyre nehezebb lesz a súly, és kellett már valami, ami kizökkent egy kicsit belőle. Ősszel új szakmai és baráti kapcsolatokat épített ki iskolájában, a bostoni Berklin. Nyilván nagyon sok tehetség, ez zenésszel találkozom, de kevés olyan van, akikkel annyira megvan az egy hullámhoz, hogy el tudnám képzelni velük hosszú távon is, hogy többet kollaboráljunk együtt, úgyhogy voltak együtt koncertjeink, de végül is egy ilyen bandaszerűséget alakítottunk, és tök jól sikerültek a koncertek.